Sok szeretettel köszöntelek, én Rolix vagyok, és ez itt a Tikék sorozatom 1 millió forint összenyereménnyel, amiből már elment 130 ezer. Rozon megkapta a legmagasabb 100 ezeres összeget, Enbotinak pedig 30 ezer forintos díjazást szavaztatok meg. És mostantól te is könnyedén szavazhatsz a készítők díjazásáról a leírásban lévő linken. Előtte csupán helyesen kell válaszolnod a pályákkal kapcsolatban három egyszerű kérdésre, hogy a voksod érvényes legyen. Szóval nézd végig a részeket, és szavaz te is, hogy a készítők szerinted mennyit érdemelnek. És te tudod, mit érdemelsz? Egy olyan lehetőséget, ami már két éve nem volt, és ezután két évig biztosan nem is lesz. December 10-ig csak egy hétig lesz elérhető a limitált Rolex Pullover, amit dedikálni fogok egyesével. Addig döntsd el, hogy fekete pulcsit kérsz fehér aláírással, vagy fehér pulcsit fekete aláírással. Két évvel ezelőtt egy teljes napot töltöttem Debrecenben, mire aláírtam az összeset. Mindenki elégedett volt a te és sokan a mai napig abban jönnek a rendezvényekre. Ők is kérték, hogy legyen már még egyszer. Idén minden pulcsi mellett ajándék is lesz, és akár dedikálás nélkül is kérheted. Ha megrendeled, akkor karácsonykor már garantáltan rajtad lehet. És ezennel itt is vagyunk a sorozat harmadik pályáján, amit köszönök szépen Máté mesternek, és ez bizony egy horror pálya lesz, a kezdőszoba hangulatából is érezhetően, és a címét azt nem is árulom még el, mert lehet, hogy lelőni a point, nézzük az alaptörténetet. Egyik reggel arra ébredtél, hogy sikoltozástól és rohangálástól hangos az egész város. Arra gondoltál, hogy körbenézel mégis, mi folyik itt? Szabályok. Legyen max hangerőn, és a fényesség legyen a legsötétebbre állítva. Hú, ha fűhangerő maxon, és a fényerőt levesszük teljesen, így milyen lesz? Atya ég! Na, ez már tényleg horror. Nem látunk szinte semmit, csak ahol van valami fény, hát szerintem indítsuk is. Ellenőrizzük gyorsan a textörpeket. A kódatábla alatt van. Írd be a könyvbe, amit kaptál. Ez 751, ha a szemem nem téved. Kész az introvertált dal átka. Nos, a címet kiírta, az a Ria zenéjén fog alapulni a pálya, szerintem ez kicsit spoiler, de nem baj. Viszont akkor kezdjük is el az egészet ebben a padlásszerű szobában. Mi ez a nagy zaj az utcán? Itt valami nincs rendben. Megyek körbenézek a faluban. És van itt azért kaja. Kemencében valami? Hát persze. Jó, szerintem el leszünk látva. Lejövünk itt a létrán, van egy ilyen kis terasz, még lejjebb megyünk, és mi van itt itt az ágyam? Még több kaja, és még több kaja. Hát elég szerény berendezése van a házamnak, konkrétan nincs benne semmi. Na, menjünk ki az utcára. Mi volt ez a zaj? Ó, oh, itt egy csávó. Csövi, jó napot, mi ez a nagy hangzavar a faluban? Bill, szia, én valami olyasmit hallottam, hogy a falu alatt megnyílt egy időgép, és visszaküldtek egy titokzatos zenelem a jövőből. Most mindenki azt hiszi, hogy veszélyes. Hmm. Na ennek utána nézek. Tudod, hogy hol van az a lemez? Bill, sajnos nem, de van egy ötletem, hogy hol nézhetnéd meg. A templomban, mert ott már évek óta nem járt senki, de minden éjfélkor megszólal a harang. Rendben, köszönöm a tippet, és aztán megoldom ezt a helyzetet. E, megoldom, itt a templom. Itt egy kis házikó, templomba bemenni egy horror pályán. Nem túl szerencsés dolog. Hát ide tényleg egy jó ideje besetette a lábát senki. Van itt egy poti főző, abban nincs semmi, és egy ilyen könyves olvasóállvány. Üdvözleten Üdvözletem, valószínűleg a CD után kutakodsz. Hát elmondom, hogy a kútban nézzél szét, de adok még egy kis segítséget. Első piros, második zöld, harmadik kék. Gondolom ez most nem mond neked sokat, de ha nem vagy színvak, hidd el, később meg fogod meg köszönni, hogy elolvastad. Tehát PZK, piros, zöld, kék. Jó, megjegyezzük. Esetleg van valami a Harangnál, hogyha itt lehet felmenni hozzá. Oké? Okay. Még tovább. uh, itt a harang. Van benne arany, meg is lehet kongatni, remek. Ó, oh, amúgy közben elég durván besötétedett. Ajaj, menjünk le. Nem lenne jobb inkább hazamenni egyszerűen. A pálya egyébként nem is enged haza, és az van a kut. Ajaj, hmm. Túl mély ez a kút. Szerintem megfulladnék, mire lejérnék az aljára. Segítséget kell kérnem valakitől. Hát akkor elindulok visszafelé. Ó, azóta megjelent itt egy csávó. Szia, tudnál segíteni abban, hogy lejussak a kút aljára? Giorgi, szia! Én sajnos nem tudok, de talán a varázsló igen. Biztos ért a teleportáló varázslatokhoz. És hogyan jutok el hozzá? A falu szélén lévő kis dombon van a háza, viszont csak éjszaka varázsol, szóval éjfél után menjél oda. Oké, és köszönöm szépen, igazán sokat segítettél. Aludj. Rendben, akkor mégiscsak haza kell menni, egy kicsit aludni. Remélem, hogy otthon még minden oké, okay. az ajtót becsukom. Alszunk. Új! Már is éjfél van. Hú, de álmos vagyok. Hú, ah, mint mindegy. Gyerünk a varázslóhoz. És tényleg megszólalt a harang. Jézusom! Ez komoly. Ez nagyon komoly. Hú, még az ég is török. De menő. Ez... Ez volna a domb. A domb tetején lévő nagyon sötét ház. Semmi világítás. Kop-kop. Úramisten, de van itt. Nincs itt semmi. Ó, oh, van itt egy ilyen kis pince. Merre kell lemenni? Nem látok semmit. Atya ég. Hm. Ki ez a varázsló? Na jó, menjünk innen. Azért a potifőzőt megnézem. Ha. Nincs itt varázsló. Itt semmi nincs. Azt a bocskos. Most meg vagy betörő. De, de, de én csak téged kerestelek. Engem nem érdekelnek a kifogások, vagy magattól mész ki az ajtón, vagy sehogy. De csak annyit akartam kérni, hogy varázsolj le engem a kút aljára. Na jó, akkor válaszolnod kell néhány kérdésemre. Teszt indítása. Atya Isten, ez a két szem, és bele jött az arcomba. Itt semmi nincs. Ennyire még én nem értem meg a minecraft -ban. Először is nyugodjunk meg, ha varázsló velünk van, legalábbis remélem, válaszolnunk kell a tesztjére. Tehát, a faluban rendeznek egy futóversenyt, és te is részt veszel rajta. Ha megelőzöd a második helyezettet, hányadik leszel? Csak el kell képzelni a négy embert. Ha ez vagyok én, és megelőzem a másodikat, akkor én leszek a második. Nagyon epik. Helyes válasz. Mi lesz az úlom katonából, ha átmegy rajta az úthenger? Lemezlovas, Zrínyi Miklós vagy törmelék? Hát most megtippelem azt, hogy törmelék. jaj. Akkor ezek szerint lemezlovas? Igazán van. Melyik ember viszi iskolába a gyerekeket? Szeptember. Mi volt az előző kérdés? Egyszerű. Mi az? Feldobott piros, leesik 1842. Nem tudom, tessék itt egy ezres. Helyes válasz. Az igen. Jó van fiam, kiáltad a tesztet, akkor leviszlek a kútba. Ó, oh, itt vagyunk a kút alján. Szuper. Hát, nem annyira tetszik ez a hely. Koponyákkal és csontokkal az alján, meg minden. Um, most én itt jövök. Uh, de félelmetes. Az lenne az időgép? Valahogy szét kéne törni. Addig ha látok valamit, de ez egy piramis egy tűzzel a tetején. Kék tűzzel a tetején. De ezt mégis hogyan törjük szét? Itt van egy ilyen fehér rész, olyan, mint hogy egy portál lenne, de nem lehet bemenni. Első, második, harmadik, húha, lehet ide kell majd a PZK, piros, zöld, kék. Aztán vannak itt könyvek, de nem látok olyan könyvet, amit le lehetne venni. Aztán van itt egy ilyen rácsos helyzet, ahova nem tudunk bemenni. Csontok, könyves polcok, ez valami csatornaszerű létesítmény. És itt van egy csapóajtó, amivel... Ó, le tudunk menni egy csatornába, nagyon szupi, csatorna labirintus. Merre kéne menni? Eljövök mondjuk erre. Reston fákják adnak fényt. Nem túl sokat. Á, ah, itt egy kar. De jó, nagyon biztató. Eljöttem most egy másik irányba. Ó, oh, ez egy láda. Portál pusztító. Ez segít széttörni a portált, ha lerakod egy vésett kőtéglára. És ez kék. Remek. Megvan egy kék színű. Elindulok vissza.

Valószínűleg így jumpolgatni kell, legalábbis adja magát, hogy föl kell oda jutni. Nagyon jó kis hangefektek közepette elkezdtek jumpolgatni fölfelé. Oké, és itt vagyok fönt, itt egy ilyen nagy gerenda, de oda nem is lehetett felugrani. Na akkor ott fönt valahol, valahogy kéne egy szint találni. De mégis hol van az a szín? Ó, arra kell menni. Erre kell valahogyan bejönni. Jézusom. Itt is kell ugrani egyet, és itt abszolút nem látok semmit. Muszáj mondjuk egy 40-esre följebb vinnem a fényességi szintet, mert se én, se a nézők nem látnak. Most például leestem, aha, itt is muszáj jumpolgatni. Ideugrunk, aztán ideugrunk, ide, és végül ide jövünk. Ó, és feljutottunk ide a könyves polcok tetejére. Hát, bátyja, itt még max fényerőn se. látok semmi értelmeset, azon kívül, hogy itt van egy láda. Portálpusztító piros gyapjú, remek. Itt lehetett följönni hozzá, rendben. Illetve észrevettem, hogy itt van még egy láda, egy metszólóval, ami ki tudja törni a gyapjúkat. Ám hiányzik még egy utolsó gyapjú, amit meg kéne találni valahol és valahogyan. És mi van, ha valamelyik pocsolyának az alján van? Bakker, hol lehet elrejtve az utolsó gyapjú a piros, és a kék az már megvan. Középre kéne a zöld. <coughs> Aj, nem, már nyilván az volt itt a legegyszerűbb helyen, a könyves polcok mögött. Ó, istenem, hogy ide nem jöttem be. Ah, na, szóval zöld. Ó. Oh. Oké, és megnyílt a kapu a koponyák felé. Azt hiszem hallom a gondolataim. Nem, ezek nem a gondolataim, ezek annál sokkal rosszabb hangok, amiket én nem akarok hallani. Mennyi koponya? Te atya ég. Tábla. Hmm, elágazás, döntenem kell, merre menjek tovább. Hogy döntesz? Egyenesen megyek, vagy jobbra megyek? Itt nem vagy biztonságban, az az egyenes És ha ide jössz, te is lebeghetsz Az a jobbra kanyarodás Szerintem ez becsapós, mert az túl nagy ígéret, hogy ha ide jössz, akkor te is lebeghetsz Hát ez mi már? Megyek egyenesen, ahol nem vagyok biztonságban Kalandvágy az megvan Ki is nyílt az ajtó Jaj de jó Ó oh. Be is csukódott Csak menjünk szépen Herobrine felé Fehér szemei vannak. Mi ez a hely? Egy kínzókamra? És még híróbrányt is lefejezték? Kínzó mester, bizony. És mivel betörtél ide, vagy végigcsinálod a tesztemet, vagy lassú halált halsz. Jó, 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 végigcsinálom a tesztet, csak ne bánts. Uh, el lehet már indítani. Szétnézek előbb, mik vannak itt. Meleg helyzet. Igen, ez eléggé... Gyors halálos kínzás. Nyomós ok. Ujjujjujj. Oda be lehetne állni, és... Hát tudjuk. Aztán lélegzetelállító. Be lehet az embert szorítani. Gyilkos adagolók. Jézusom, itt van bent egy sor adagoló. Hát az szerintem egyértelmű, hogy vele itt mi történt. És szerencsére nincs semmi egyéb. A terem fele az még üres. Oké. Okay. Lényeg a lényeg, hogy a kínzómester tesztjét meg kéne csinálni. Indítás. Ha a házat tetején ül egy kakas és tojik egy tojást, merre gurul le? Balra? Jobbra? Sem erre. Azért sem erre, mert egy kakas nem tojik tojást. Második. Egy hideg és sötét szobában vagy, és csak egy gyufaszál van nálad. A szobában van egy mécses, egy petróleumlámpa és egy kályha. Melyiket gyújtod meg elsőként? Hideg és sötét szoba, a gyufaszálat önmagában nem lehet meggyújtani, mécsest sem, petróleumlámpát sem. Ha van egy működő kályha, akkor a működő kályhát fogom begyújtani. Azt hiszem a Kai, ha nem volt működő, és a kínzó mester most ott fullaszt meg minket, ahol az előbb néztük, hogy ezt megteheti. Azt hiszem ez van. Rendben. De most azt nem mond, hogy a gyufa lesz a helyes válasz. ne szíves, ez volt a helyes válasz. Ha történik egy robbanás a faluban, hová temetik a túlélőket? A túlélőket? Sehová. Mózes egy állatfajból hányat vitt fel a bárkájára? Nullát, mert nem Mózes vitte fel, hanem Noé. Oké, és oké. Na jó, elég volt, inkább elengedlek, ne is lássalak többet. Köszönöm, hogy elenged. Nem túl barátságos ez a hely. Megyünk körbe, körbe lefele. Ó, oh, megijesztett ez a festmény is. Jesusom, Mi ezek? Atya Isten, megyünk szépen tovább. Minden rendben. Minden a legnagyobb rendben. Semmi baj nem történhet. <laughs> meg. Én miért csinálom ezt? Miért játszom ki ezt a pályát? És a készítő miért így csinálta meg a pályát? Tudom, hogy meg akar ijeszteni, de mégis megijedek tőle. Ah, Istenem. Na, hoppá, hoppá. Micsoda kék szemlemez. Wow, a rejtélyes lemez. Megvan? Hang. Igen, az bizony megvan. Ki beszél? Én, a lemez őrzője. És most választhatsz, hogyan küzdesz meg érte. Vagy végigugrász az én mesterséges parkurpályámon, vagy megküzdünk egymással életre halára. Válasz. Parkur vagy boss fight. A lemez őrzőjével kéne megküzdeni? Hát akkor csak nem parkúrral küzdünk már meg vele, hanem boss Úgyhogy szerintem nyomassuk. Ez most egy ilyen kis nyamvat hangocska volt. Hihi. -hi. Na, mi van -e erre felé? Először is eszünk. Ott a lemez lovas. Na most válasz felszerelést. Bőr, erősen encsántolt. Netherite, enyhén encsántolt. Legyen bőr, ami erősen csántolt. Gondolom ez a nehezebb. Ó, oh, törhetetlenség 10, védelem level 11, és fogpiszkáló, élesség 10, suhintás 5, törhetetlenség X, legjobb fegyver a világon, remek. Ó, oh, lemezdolvas, hát akkor fight. Ú, uh, jó paszban vagy, most kinyírlak, el fogsz pusztulni. Igaz, hogy te netherite vagy, nem túl kiegyenlítettek a, az esélyek, de te olyan lassú vagy, hogy el se érsz engem. Hát ez aztán boss fight. Uh, hát ezt nem gondoltam volna. Na mindegy, most már csak nyugalomra vágyom. Védd el a lemezt. Visszateleportállak a házadba. Elvesszük a lemezt. Már nagyon kíváncsi vagyok erre a lemezre. Most már tényleg meghallgatom. Szól is az introvertált dal. Máté Mester 06. Nagyon szépen köszönöm ezt a pályát. Hú, hát azért rendesen meg tudtál ijeszteni. Köszönöm, hogy végigjátszottad. Én köszönöm, hogy beküldted. Ez most nem volt egy kifejezetten hosszú pálya, és a történet is felettébb érdekes. A főbb szereplőknél nem tudom, hogy mi szükség volt azokra a tesztkérdésekre, azok miért kellettek, miért voltak nekünk ilyen rossz lényekről látomásaink. Ezt sem teljesen értem, mert a zenéhez nincs sok köze ennek a mértékű horrornak, tehát még azzal sem nagyon lehet magyarázni. A story szerintem kicsit hiányos volt, és nem is passzolt annyira össze a feladatokkal. De ennek ellenére a pálya építészete, hangulata és zeneisége, tehát hangeffektek, technikai megvalósítások, ijesztések, minden, az szuper jó lett. Ezekkel tökre meg voltam elégedve. Írta is a készítő, hogy körülbelül 100 órán át épített, és valóban elismerésre méltó a pálya részletessége, és ráadásul voltak döntési lehetőségek, és ezért kimaradtak olyan dolgok, mint ez, vagy akár a logikai feladatok, amikkel gondolom le lehetett volna még győzni a boszt, ilyen kis gondolkodós resztónos cuccokkal, illetve nem a parkurt választottuk a végén, de az is itt van. Úgyhogy voltak választási lehetőségek, jó volt a textúra, jó voltak a hangok, jó volt a design, tehát ez a pálya szerintem csak a történeten csúszott el, és egy icipicit rövid lett. Ezt én összességében 30 ezer forinttal díjaznám, de rád is bízom a döntést, úgyhogy szavaz a leírásban lévő linken. Köszi a figyelmet, és találkozunk a következő részben.